Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a 8. Nyírség Nemzetközi Néptánc Fesztivál ünnepélyes megnyitóján. Mindig öröm érezni, hogy városunk dinamikus fejlődése a gazdasági, kulturális, sport és turisztikai fejlesztések mellett képes megőrizni befogadó és otthonos hangulatát. Nyíregyháza egy olyan város, amelyet a következő generációk is szívesen választják lakóhelyül, hiszen láthatjuk, hogy az itt élő egészséges életmódban, környezetben élhetnek és folytathatják ugye ezt a társadalmi szokást a kultúrával sokasodva. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, kedves nyíregyháziak! Szeretettel köszöntöm Önöket a mai fesztivál nyitó gálaműsor alkalmából. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Szabó Tünde államtitkár asszonyt. Örülök, hogy újra itt van, itthon van, és jelenlétével megtisztel bennünket. És nagy szeretettel köszöntöm a már bemutatott több országból hozzánk érkezett együtteseket, akik ma este saját tánckultúrájukból, nemzeti kultúrájukkal örvendeztetnek meg bennünket. És természetesen nagy-nagy szeretettel köszöntöm a nyíregyházi együtteseket, és a néptáncot és a népi hagyományokat kedvelő nyíregyházi közönséget. Nyíregyháza amellett, hogy egy fiatalos város, az a város is, ahol az itt élők külön hangsúllyal figyelnek hagyományaink őrzésére és kulturális értékeink továbbadására. És talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt is hozzáteszem ehhez, hogy a mi városunk a magyar néptánc kultúra egyik kiemelkedő bázisa, hiszen kiváló néptáncegyüttesek, kulturális együttesek évtizedek óta működnek városunkban, akik színvonalas programokkal tápláztatnak el bennünket. Ők a mindennapjaink és az ünnepeink részesei is, és mivel nagyon sok helyre kapnak ők is meghívást, amikor elutaznak valahová, a mi kulturális nagyköveteink is. Nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Nyírség Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Mit tudhatunk az esemény sorozatról? Hát bízunk benne, hogy nagyon sok mindent meg lehet róla tudni a különböző kiadványainkból. A ma esti nyitógála műsoron, aki itt volt, az megtekinthette, hogy milyen együttesek lesznek itt. Adtak egy ízelítőt abból, hogy mit is fognak bemutatni majd a csütörtök esti Világok Tánca című nagyszerű néptánc gálán. A szabadtéri színpadon lesz ennek az esemény sorozatnak az egyik fő attrakciója, fő műsora, ahol minden együttes egy 10-15 perces műsor fog adni, és hát bemutatja a saját folklórjának a gyöngyszemeit. De még egyébként ezt megelőzően délután már lehet találkozni az együttesekkel, egészen testközelből is oda lehet menni hozzájuk, lehet egy kicsit velük táncolni, megmutatják az ételeiket, megmutatják a szokásaikat, lehet velük beszélgetni, aki tud különböző nyelveket, de tolmácsok is vannak, és hát persze természetesen táncolni velük egy nagyot. Ezután szerveztünk még egy nagyon érdekes műsort, ami a Váci Mihály Kulturális Központban lesz, ahol azt kértük az együttesektől, hogy a szokásostól eltérő koreográfiáikat mutassák be, akinek vannak ilyenek, tehát ami egy kicsit színházibb jellegű, ami nem csak a tánc szépségét mutatja meg, hanem esetleg valamit elmesél, valamilyen történetet, valami eseményt, vagy esetleg szokást. És hát ezzel készülnek erre a műsorra. Közben együttesek a következő napokon elmennek tájelőadásokra, sőt még augusztus 20-án is elmennek. Az egyik együttes, az Orosz Föderáció együttese, egyébként elmegy a szibériai együttes, a Virágkarnevál vendége lesz vasárnap délelőtt, de hát természetesen onnan hazajön, és utána este, vasárnap este van a fesztivál záró gála műsor. Ezt olyan furcsa erről beszélni most, hogy még a fesztivál nyitónál tartunk, de hát lesz fesztivál záró gála műsor, ez megint egy óriási attrakció, hiszen az állami ünneppel van ez összeköttetésben, részt vesznek az együtteseink a magyar állami ünnep megünneplésében, énekelni és táncolni is fognak, arató szokásokat fogunk színpadra állítani. Ezután lesz egy nagyon érdekes produkció, amikor csak a zenekarok lépnek a színpadra, Világok zenéje címmel,
az itt lévő összes külföldi együttes, tehát az oroszok, a tájvaniak, a horvátok, a magyarok és mindenki, portugálok például, megtanulják a fesztiválnak a himnuszát, a fesztivál dalát, és közösen is el fogják játszani, és persze ezen a koncerten még sok más egyéb minden is lesz. És végül vasárnap este következik itt a Kossuth téren a Városháza előtt felállítandó színpadon, reméljük jó idő lesz, akkor is a búcsúgála, a zárógálája a fesztiválnak, Nyíregyháza visszavár címmel, és amikor ennek vége, akkor polgármester úr és államtitkár azt mondja, úgy, ahogy megnyitotta, be fogják zárni a fesztivált, majd hatalmas robajjal útnak indul a tűzijáték, mi pedig visszamegyünk a fesztiválklubba, ami egyébként szintén minden este van az INCD kollégiumban, ahol az együttesek egymást szórakoztatják tulajdonképpen, illetve könnyed laza táncolással kikapcsolódnak az egész napos megfeszített táncolás után, de majd látni fogjuk, hogy itt elfáradnak a színpadon, ott meg egyáltalán nem fáradnak el, úgyhogy ez így szokott lenni a nemzetközi fesztiválokon. Egyébként ez azért érdekes az utolsó éjszaka, mert ez a magyar est lesz. A négy magyar táncegyüttes vendégeli meg a külföldieket, fogunk nekik tanítani magyar táncokat, és hát egészen hajnalig tartó mulatozás lesz, majd másnap hazautaznak, mi pedig pakolhatunk. Mi az oka annak, hogy 8. alkalommal is megrendezik ezt a fesztivált? Nemzetközileg is már ennyire elismert, és ekkora igény van rá? Hát nemzetközileg ez a fesztivál rendkívül elismert volt még 8 évvel ezelőtt, hiszen akkor volt a 7. Közben eltelt 8 év, és nem tudtuk megszervezni, ennek csak egyetlen oka volt. Mi voltunk, táncosok voltak világszerte, mi is jártunk a világban, csak itthon nem volt erre elegendő forrás, hogy mi ezt megszervezhessük, de most lett. És ezért úgy döntöttünk, hogy bár megváltoztak a körülmények, megváltoztak a táncosok, megfiatalodtak, szinte már alig van itt olyan táncos, aki 8 éve már ezt csinálta, és korábban is, tehát aki gyakorlott ebben a műfajban, de a fesztivál szervező stáb az még megvolt, még élünk, még tudjuk, hogy hogy kell ezt csinálni. A város nagyon-nagyon sokat segített, anyagiakkal és emberi erőforrással is, nem beszélve a minisztériumról, az emberi erőforrások minisztériumáról, tehát ilyen összefogással, nemzeti kulturális alap támogatásával, a CIP Bank és a Szabolcs Takarék Szövetkezet, mint helyi fiókok támogattak bennünket, és hát sokan mások, például a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola. Tehát nagyon-nagyon nagy összefogással és nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel úgy döntöttünk, hogy hát akkor megcsináljuk 8-szor is, és nagyon bízunk benne, hogy lesz 9. is. Látszik, hogy rengeteg munka van ebben. Mennyi idővel előtte kell elkezdeni egy ilyen fesztivált, egyeztetni a külföldiekkel, meghirdetni közöttük? Mi ennek a folyamata? Hát leginkább, ugye, amikor befejeződik egy fesztivál, egy kicsi fellélegzés van, összegezzük a tapasztalatokat, ez történt 8 évvel ezelőtt, és elkezdünk készülni a következő fesztiválra. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap ezzel foglalkozunk, mindenkinek megvan a napi munkája, de mi Ugyan Attila fesztivál titkárral azért már akkor is elkezdtük a következő év elején, hogy bizony akkor gondoljuk át, hogy mi is lesz, mit változtatunk, mindig egy kicsi újítás, és mi lesz, amit megtartunk a tapasztalatok alapján. És jelentkeztek az utolsó fesztivált követő egy évben, körülbelül 50, a következő évben, amikor lett volna a fesztivál, ugye 2 évente szokott lenni, akkor még 50. Tehát olyan 100 együttes jelentkezett erre a Nyíregyházi Fesztiválra, hiszen mi tagjai vagyunk a CIOF-nak, azaz voltunk akkor még. Ez a Folklore Fesztiválok Nemzetközi Szervezete. Ez egyfajta minőségbiztosítás jelent, tehát aki eljön egy CIOF fesztiválra, aminek a védjegye a CIOF, most ugye nem lehet látni sehol, mert most nem vagyunk azok, az tudja, hogy mire számít, tudja, hogy ez jó fesztivál, jó meg van szervezve, de sajnos 3 évig tart a CIOF tagság, utána meg kell újítani. Mi éppen most újítjuk meg ezzel a fesztivállal, amikor erről beszámolunk, és a jelentéseket az együttesek megírják, hogy ez milyen volt, akkor ismét pályázunk a CIOF tagságra, tehát a CIOF fesztivál címre, és reméljük, hogy 2 év múlva már CIOF fesztiválként üdvözölhetjük itt a külföldi együtteseket.
fantasztikus produkciókat láthattunk a mai este folyamán, és ez még csak a megnyitó volt. Látszott, hogy a közönség, főleg a végén, ugye az utolsó produkciónál tapsolt, és nem is mentek sehova. Mi ennek az oka, hogy ennyire magával ragadja az embereket a néptánc? Azért, mert egyrészt igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az elején is volt néhány látványosabb vagy nagyobb intenzitás együttes, a közepén egy kicsit megpihentettük a szemeket, és aztán a végére, ugye, amikor jött például a Nyíregyházáról a figurás táncegyüttes, vagy a Nyírség táncegyüttes, és a legvégére tettük az orosz együttest, ugye, akik a zenéjükkel és a látványos táncaikkal, és igazából a művészi produkciójukkal. Itt nem a hagyományőrzés elsősorban a fontos az ő esetükben, hiszen azért azt nem lehet elképzelni, hogy egy orosz paraszt egy nap szántás után például ezeket az ugrásokat csinálná. Hasonló motivumokat, de hát ez egy stilizált tánc, és ezeket a táncosokat igen erős balettos képzésnek teszik ki, és hát ezért tudnak ilyen jól ugrani, forogni, táncolni. Ennek az igazi, eredeti, autentikus, a mi fogalmaink szerint autentikus folklórhoz egyébként nem sok köze van, de a színpadi táncművészeted igen. Hát ezért tetszik ez a közönségnek természetesen, de azért az érdekes, hogy az eredeti táncok is nagyon tetszenek a közönségnek egy Nyíregyházán, meg hát máshol is a világban. Úgyhogy tehát ez az egyik oka, a másik valóban az, hogy a nyíregyháziak folklór szeretőek. Tehát ennek a fesztiválnak mindig nagy közönsége volt, amikor jó idő van, sokan vannak. Ha nincs jó idő, akkor most meg bevittük a MÜV központba is. Nagyon érdekes volt látni, ahogy az országok megmutatták a saját néptáncukat. Hogy tetszett polgármester úrnak a sok produkció? Nekem nagyon tetszett, nagyon érdekes, színes gálaműsor volt, és hát ugye előre is mondták, hogy holnap után, vasárnap, ez még kibontakozik, nagyobb lesz a repertoár, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon színvonalas gála előadás volt. Folyamatosan megtelik a Kossuth tér a rendezvények miatt, ugye nem sokára itt van a Vidor Fesztivál, és ezek a nagy rendezvények turisztikai szempontból is jók Nyíregyházának, feltételezem. Igen, bár én azt szoktam mondani, hogy ezeket a rendezvényeket magunknak és a kedves barátainak, vendégeinknek csináljuk, szervezzük, mert ugye akkor törekszünk a legjobb színvonalra, és hát ez a színvonalhoz mondjuk ilyen együttesek is kellenek, akiket meghívtak. De valóban ez egy turisztikai látványosság is, biztos vagyok benne, hogy most is sokan voltak itt a téren, akik nem nyíregyháziak, nem is megyebeliek, külföldiek is, hiszen a tánc és a zene az nyelvi korlátok nélkül is élvezhető. Igen, és nagyon színvonalas produkciókat láthattunk tényleg, de én úgy gondolom, hogy mégis a magyar ember szívéhez a magyar néptánc a legközelebb. Polgármester úr, hogy gondolja ezt? Én is így gondolom.
bár ugye most a megleptek bennünket a nyíregyházi együttesek, mert javarészt nem magyar néptáncokat, vagy határon túli, már egy kicsit asszimilálódott, érdekesebb magyar táncokat adtak elő, de hát jön a holnap a szabadtéri színpadon, aztán a művelődési központban, nyilvánvalóan nekünk ez a legközelebb hozzánk.